negyedik alkalommal került megrendezésre városunkban a Bajnóca népzenei tábor idén, július 29-e és augusztus 2-a között. A Hungarikumok gyerekekkel való megismertetésére nagy hangsúlyt fektető egyesület az ének és citera oktatáson túl kézműves foglalkozásokon való részvételre is lehetőséget nyújtott a táborozó gyerekeknek az íjászat és a karikás ostor kipróbálása mellett. Nagyon örültünk, hogy vannak visszatérő vendégeink, de sok új arcot is sikerült megismernünk. Minden délelőtt oktatással kezdjük a napot, két korcsoportban foglalkozunk a gyerekekkel, citera és énekoktatás zajlik. A kicsiknek, akiknek még kisebb a hangterjedelmük, vagy kevesebb a dalanyaguk, nekik olyan dalokat választottunk, mint a citerát tekintve, mind az énekeket, amelyeket könnyebben és szívesebben tudnak végezni, és akkor majd a következő években már lehet ezekre a tudásokra építeni. A napjainkat a Hungarikumok megismerése szövi át, tehát fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék ezeket az értékeket. Ehhez hívtunk segítségeket is, tegyük fel az íjászkodáshoz, vagy a karikás ostor megismeréséhez, amit nagyon élveztek a gyerekek, ki is próbálhatták mindegyiket. A kedvenc tábori foglalkozásom, ami itt volt, az tegnap volt, és a karikás ostorozás volt. Jövőre is akarnék jönni, mert hogy ez is tetszett az egész, meg hogy énekeltünk, citeráztunk, karikás ostor volt, íjászkodás, minden, amit el tudtam képzelni ebbe a táborba. A kedvenc programom a táborba az kedden volt. Eljöttek íjászok, és akkor bemutattak fegyvereket, meg íjászkodhattunk is, és még harcoltunk is műharcba, és doboltam én. Én jövőre is szeretnék jönni, mert sok olyan foglalkozás volt, mint a karikásostorozást, az még sose karikásostorot hoztam az életembe, és ez nekem tetszett, mert hogy kézműves foglalkozások voltak, és citerázni is szeretek, meg énekelni, ezért szeretnék jövőre is jönni. A számos fejlesztő hatású foglalkozás mellett szabad programokon is részt vehettek a táborozók. A programok részeként ellátogattak a Bihar Termáligetbe is a gyerekek, illetve a táborban felállított medencében egy-egy közös pancsolással tehették még emlékezetesebbé ezt a hetet. Igazából mindegyiket nagyon szívesen végezték a gyerekek. Nyilván a strandolás az egyik kedvencük, ebben a melegben kis hűsítőleg hat. A tábor után nem csupán élményekkel gazdagabban térhettek haza a gyerekek, hanem a foglalkozáson fejlesztett készségeket, képességeket, illetve az itt tanultakat az iskolai tanórákon is kamatoztatni tudják majd.